Munka közben a NAV cigarettakereső kutyája a Záhonyi határállomáson. Ebben a járműben semmi gyanúsat nem talált a négylábú. Nincs azonban vége az ellenőrzésnek, ezen a ponton akár szét is tudják szedni a kocsi alvázát vagy karosszériáját. Ennek a kisbusznak az utasai sem ússzák meg a razziát, nekik már a csomagjaikat is átvizsgálják a pénzügyőrök. Dobozok, bőröndök, kézi podgyászok kerülnek a közelmúltban vásárolt csomagröngen szalagjára. Ez pedig már az a kép, amit az ellenőrzést végző NAV-os lát a monitoron a táskák tartalmáról. Tüzetesen kielemzi, ez követően jöhet ki a táska a berendezésből. A három gép megvásárlásához szükséges pénzt 2019-ben egy nemzetközi pályázaton nyert el az adóhivatal. Ezekből került egy-egy Záhonyba és Beregsurányba. Az eszközök azért nagyon előnyösek, mert meggyorsítják az utasforgalomnak a csomagátvizsgálását, illetve biztonságosabb és higiénikusabb a pénzügyőröknek is, az utasoknak is az áthaladása a határon. Piros fényjelzi a röntgen működését. A berendezések azért is hasznosak, mert így az utasok csomagjainak ellenőrzése gyorsan és elkülönítetten történhet. Az átvilágítással a pénzügyőrök az egész csomag tételes ellenőrzése helyett célzott vizsgálatot végezhetnek. A készülékek szolgálatba állítása óta eltelt mintegy másfél hónapban, több tízezer alkalommal ellenőrizték a belépők podgyászait. Elsősorban dohánytermékek és alkoholtermékek kiszűrésére használják ezeket a határon, amelyeket nem jelent be egy utas a beutazása alkalmával, de volt már arra is példa, röszkén júliusban egy csomagban különböző viperákat, boxereket, illetve késeket is találtak a kollégáink. Régóta célja a NAV-nak a cigaretta csempészet visszaszorítása, amelyen leginkább az ukrán és szerb határokon találkoznak. Ebben a harcban van jelentős szerepük az új csomagátvilágító röntgenek alkalmazásának.